Tegnap találkoztam egy olyan kijelentéssel, amiben egy nagyon alatomos, kifinomult hazugság volt. Tehát sok igazság volt benne, viszont jelen volt egy nagyon alatomos, kifinomult hazugság is, ami megfertőzte az igazságot. És szó szerint az történt, hogy az Úristen egy álmot bocsájtott a szemeimre, elaludtam 2 percre, és 2 perc alatt megláthattam, hogy mi az, ami hazugság abban a kijelentésben, és annak kapcsán fogom ezt a gondolatcsomagot megosztani veletek, mert meggyőződésem, hogy evel a tévedéssel nagyon sokan meg vannak fertőzve, még azok közül is, azok között is, akik egyébként jó úton vannak, és akiket vonz a mindenható Istennek a lelke, akik benne vannak az ő vonzásában. Tehát nyilván eszembe jut az, amit mondott talán Péter, hogy még az igazak is alig menekülnek meg. Mi lesz akkor a világiakkal, a testiekkel, akik teljes mértékben bele vannak ragadva a testbe? Tehát bármennyire hihetetlen, ez az út sokkal szűkebb, mint gondolnánk. Emlékeztek, hogy Szodomából, ahogy mondtam, tegnap is, tegnap előtt is 4 ember menekült meg, és a 4 közül is egy még mindig menthetetlen volt, tehát egy visszafordult, csak 3 menekült meg. Feltetőleg egy több ezer fős városból, városállamból, vagy nem tudom pontosan mi volt az, Szodoma és Gomorra, 3 ember menekült meg. Mi azt gondoljuk, hogy így próbáljuk mi rávetíteni Istenre, hogy Isten jóságos, ő mindenképp megment minket. Nem, ez hazugság. Ügyeljetek, ez nem veszélyes hazugság. Jézus nem erről beszélt, ő arról beszélt, hogy akiben minden úgymond semlegesítődik, minden hazugság, minden életlenesség semlegesítődik, aki mindvégig kitart az ő lelkében, az fogja meglátni az életet, azt az életet, amit Isten elképzelt. Az igazságban nincs fejlődés. Tehát a kereszténységen belül, a kereszténységben, vallásos körökben, a New Age misztikában, hinduista, buddhista misztikában, keresztény misztikában sajnos úgy gondolkodnak, hogy egyfajta fejlődés van. Az igazságban azt meg kell ismerni, és sajnos az igazságot ilyen kognitív módon képzelik el, hogy azt majd belapátoljuk a fejünkbe. De valójában ez hazugság, ez úgy mondta, hogy a Biblia mondja, ugye az ördög hazugsága, a sátánnak a hazugsága, megtévesztés. Az igazságban nincs fejlődés. És ezt fogom most nektek megmutatni, hogy bárki meg van kísértve vele a gondolattal, vagy ha valaki hallja ezt a felvételt és nem hiszi, amit mondok, nincs azzal semmi gond, hogyha van benne alázat és szerítség a teremtőjével szemben, akkor tőle meg fogja kapni a választ, a kijelentést egyértelműen. Az igazságban nincs fejlődés, emberek. Óriási botrány. Ha nekem ezt valaki mondta volna 10 évvel ezelőtt, én sem hittem volna el. Miért? Azért, mert én is ragaszkodtam az agyamnak a tartalmához. Az agyamnak a tartalma az olyan volt számomra, mint mások számára a pénz, vagy akár a hírnév, vagy bármilyen fajta vagyon, vagy akármilyen földi ugye, kincs. Olyan volt számomra az agyam tartalma, hogyha nekem valaki azt mondta volna, hogy az igazságban nincsen fejlődés, nem tudtam volna elhinni, mert én mindenképpen fejlődni akartam az igazságban, növekedni az igazságban, akár még versenybe is szállni másokkal az igazságban, de ez őrültség, emberek. Ez még mindig úgymond a sátán játszmája, az ördög játszmája, amelyet ő űz a Isten fiakkal, Isten gyermekeivel. Hogyan jött létre a fejlődés, az evolúció elmélete? Ez a kérdés, hogyan jött létre a fejlődés, az evolúció elmélete? Egyszerűen lenyűgöz engemet a mindenható Istennek a jóság, az ő kegyelme, hogy ilyen egyszerű szavakkal megvilágítja ezt az őrültséget, ezt a tévelgést, ami ott van nagyon sok embernek az életében. Úgy jött létre a fejlődés, hogy egy alkalommal, amikor hallotta a lélek szavát, az ember úgy döntött, hogy nem cselekszi meg azt. Tehát pontosan, hogy le van írva a Teremtés könyvében, abban a mesében, ami mesének tűnik, de közben valóság azok számára, akik megértik. Sajnos az okosok nem érthetik meg, mert túl be vannak programozva a világ által, e világ által, e világ tudományai és vallásai által. Az okosok és a bölcsek elől el van ez rejtve. A szelidek, a gyermetek, szívűek ezt megérthetik. Úgy jött létre a fejlődés, hogy egy alkalommal, amikor hallotta a lélek szavát, az ember úgy döntött, hogy nem cselekszi meg azt. Csak később elhalasztotta, úgymond meghalasztotta az Isten beszédét. Viszont a lélek ezután is szólt hozzá, de mivel egyre gyakrabban elmulasztotta megcselekedni az ő szavát, amit a lelkiismeretében hallott, egyre hihetetlenebbnek tűnt számára,
hogy amit mond a lélek, az mind lehetséges és igaz. Tehát mivel egyszer elhalasztotta megcselekedni az ember, a lélek, a tökéletes Ádám, mivel egyszer elhalasztotta megcselekedni a léleknek a szavát, azt mondta egyszer, hogy majd aztán később megcselekszem. Az történt, hogy elkezdett gyűlni benne a halasztás. Tehát nem cselekedte meg azt, amit hallott. És minél többször elhalasztotta megcselekedni azt, amit hallott, annál tovább gyűlt az elhalasztott, meghalasztott információ, vagy parancs, ha úgy tetszik, a lélektől. A léleknek a szava, a lélek parancsa bekerült Ádámnak, az embernek a fejébe, az agyába. Követhető? És minél többször elhalasztotta megcselekedni a lélek szavát, egyre hihetetlenebbnek tűnt, hogy amit mond a lélek, az lehetséges számára. Ezért végül már nem is merte megcselekedni azt, amit a lélektől hallott. Mert túl sok volt már a halasztás, túl sok volt már benne a halott gondolat. Honnét van a halott gondolat? Istentől. Istentől. Mert a gondolat nem volt halott. Amikor a lélek szólt embernek, Ádámnak, Attilának, akkor a gondolat nem volt halott, élő volt. De mivel én elhalasztottam, azt mondtam majd később, úgy a gondolat meghalt, és bekerült az elmémbe a gondolat. És minél többet halasztottam, minél több gondolatot, minél több parancsot, minél több lélek szót meghalasztottam, annál több halott gondolat került be az elmémbe. Ezért végül én, az Ádám, már nem ismertem megcselekedni azt, amit a lélektől hallottam. Csak azt cselekedtem meg, amit a múltban hallottam valamikor. A múltban hallottakból, az értelmemmel, amit felfogtam, az agyamba benne volt, azt cselekedtem meg néha-néha. Lehet, hogy egyszer a lélek szólt nekem, hogy fogja meg, segítsek annak a szöregasszonynak, hogy menjen át az átjárón. Fogja meg a csomagját is, segítsek neki hazavinni azt. És nem cselekedtem meg akkor. Ha megcselekedtem volna, teljes békességem lett volna, örvendeztem volna egész nap. Nem cselekedtem meg, de 10 nap múlva láttam egy hasonló szituációt, és akkor megcselekedtem, de akkor a lélek nem szólt. Halott dolgot cselekedtem. Muszáj újból olvasnom az elejét, mert érzem azt, hogy nem lesz tiszta. Nem lesz tiszta, hogyha... Tehát muszáj meglássuk azt, hogy ez hogyan történik, hogyan léptünk be az időbe és a térbe, emberek. A probléma az, hogy az időből és a térből mindenki ki fog lépni, te is, meg én is. De lesz, aki lefelé, lütőre, úgymond, sötétségbe, a gyehenna tüzébe, és lesz, aki fölfele, mennyek országába. Ezért beszélek erről. Hogyan jött létre a fejlődés, az evolúció elmélete? Úgy, hogy egy alkalommal, amikor hallotta a lélek szavát, az ember úgy döntött, hogy nem cselekszi meg azt, csak később. Elhalasztotta, úgymond meghalasztotta az Isten beszédét, a lélek beszédét. Viszont a lélek ezután is szólt hozzá, de mivel egyre gyakrabban elmulasztotta megcselekedni az ő szavát, amit a lelki ismeretében hallott, egyre hihetetlenebbnek tűnt, hogy amit mond a lélek, az lehetséges számára. Ezért végül már nem is merte megcselekedni azt, amit a lélektől hallott, csak azt, amit a múltban hallottakból az ő értelmével felfogott. Ahelyett, hogy cselekedte volna a lélek élő szavát, mindig az elméjében tárolta a hallottakat, ahonnét alkalomattán előbányászott valamit. Így mindig azzal bajlódott, amit valamikor a múltban hallott, és nem azzal, amit a jelen pillanatban mondott neki az Isten. Így módon ő mindig az elméjében tárolt dolgokból élt. Így módon ő mindig az elméjében tárolt dolgokból élt, amelyek miatt sosem tudott jelen lenni, avagy rajta lenni a jelen, Isten jelén. Mert az, hogy jelen, az nem csak az időt, jelen momentumot jelképezi, mint idő, múlt és múlt, jelen és jövő, hanem sokkal inkább utal a jelen szó, a jelen létre, hogy mint rádió készülök, én rajta vagyok Istennek a jelén, és boldog vagyok, az ő lelkéből élek, lélegzem a jelén. Így módon ő mindig az elméjében tárolt dolgokból élt, amelyek miatt sosem tudott jelen lenni, avagy rajta lenni a jelen, Isten jelén. Így helyezte át saját magát Isten jelen létéből a saját elméjébe. Jól figyelj! Így helyezte át saját magát Isten jelenlétéből a saját elméjébe,
az agyában tárolt, halott gondolatok által helyezte át magát Isten jelenlétéből, a saját elméjébe, az Isten élő valóságából, a halott elméletbe. És így született meg az idő, amely egyre csak fogy, és a tér, amely egyre csak szűkül, és a koporsóban ér véget, azáltal, hogy az elméjében lévő halott gondolatokkal foglalkozott, régi sémákkal foglalkozott folyton, és nem azt cselekedte, amit neki mondott az élő Isten, a jelen. Bekerült az időbe, áthelyezte magát Isten jelen létéből, a saját elméjébe, az Isten élő valóságából, a halott elméletekbe, és így született meg az idő, amely egyre csak fogy, és a tér, amely egyre csak szűkül, és a koporsóban ér véget. A fejlődés elmélete tehát nem más, mint a Bibliában bemutatott tudásfája, aminek gyümölcse halál és kárhozat. Az a fejlődés. A fejnek, a tartalmának a bővítése. A halmazt ugye bővítte, egyfolytában tömöm tele különböző elméletekkel, információkkal, fölösleges dolgokkal. Nem csak hazugsággal, paráznasággal, gyilkossággal, képmutatással, hanem fölösleges gondolati sémákkal, mintákkal. Pattern, úgy mondja az angol. Mintákkal, sémákkal. A fejlődés emlete tehát nem más, mint a Bibliában bemutatott tudásfája, aminek gyümölcse a halál és kárhozat. Nem véletlen, hogy az agy szerkezete a lombhullató fa szerkezetéhez hasonlít. Aki még mindig fejlődni akar, az még mindig a fejében kívánja tárolni és halmozni az ismeretet ahelyett, hogy cselekedni azt, amit a lélek mond neki. Minél többet tárol az ember a fejében, annál rohamosabban fogy az ő ideje, és annál gyorsabban szűkül az ő élettere, míg végül meghal, és kárba visz a lélek. Minél többet tárol az ember a fejében, annál rohamosabban fogy az ő ideje, és annál gyorsabban szűkül az ő élettere, míg végül meghal, és kárba visz a lélek. A bűn eképp nem más, mint az elmében tárolt hibás gondolati sémák, életellenes minták, programok, hazugságok, életellenes tapasztalatok, amelyek megakadályozzák a lelket abban, hogy kijöjjön az elme életből, az elme börtönéből, és visszakapcsolódjon az Úristen lelkéhez, és abból éljen. Ez a bűn, a hibás, az agyban, az elmében tárolt hibás gondolati sémák, minél jobban begyakoroltuk, például a harag, ugye, valakire haragszom, valakire meg vagyok sértődve, minél jobban begyakoroltam azt, annál jobban beleég az elmémbe, és megkötöz engemet. Valakire haragszom, valakire neheztelek, ez engemet megkötöz. Egy bűnös gondolati séma. Vagy ugye ilyen a paráznaság. Az, hogy valakivel összefeküdtem, és nem tudom kiverni a fejemből. Oké, az jó volt, csak most már meg kéne szabadulni tőle. De nem tudok megszabadulni, mindig előjön az a kép, hogy milyen volt vele dugni, például. Ugye? Kellemetlen, de ez van. Nem szeretjük, hogyha ki valaki kimondja, ugye, szó szerint, hogy ez történt, emberek, ezt csináltuk. Beég az elmébe a paráznaság, és az megkötöz. Nem tudsz visszakerülni a jelenlétbe, a lélekbe. Ugye ismerős a helyzet. A bűn nem más, mint az elmében tárolt hibás gondolati sémák, élmények, életlenes minták, programok, hazugságok, életlenes tapasztalatok a múltból, amelyek megakadályozzák a lelket abban, hogy kijöjjön az elme életből, az elme börtönéből, és visszakapcsolódjon az Úristen lelkéhez, és abból éljen. Ezeket az életlenes mintákat jól figyelj, mindenki jól figyeljen, aki ezt hallja és meghallhatja egyáltalán, hogy ezt nem tudod kitörölni az agyadból, ügyelj, mert ezzel ver át téged az ezotéria, a New Age, ez az életmód tanácsadók agykontroll, ez mind a sátán műve, míg a vallások is, az összes a sátának a játszmája. Ezektől a mintáktól nem lehet megszabadulni, nem lehet kitörölni az agyból, az elméből ezeket az értelmes mintákat, csak az élő Isten tudja kitörölni az ember elméjéből, de csak azok számára, akik mernek szembesülni ezzel, vagy a valósággal, és szabad akaratokból hozzáfordulnak segítségét és látásért, akiknek a fejéből, az elméjéből nem törli ki ezeket a mintákat, sémákat, akiket ő nem szembesít ezekkel a hiába való bűnös mintákkal, sémákkal, és akik nem kérik tőle úgymond a bűnbocsánatot, és akik nem kapnak bűnbocsánatot, megbocsájtást, akiknek a fejéből nem törlődik ki ezek a programok, azok továbbra is meg lesznek kötözve, mint lélek. Jézus azt mondja,
hogy szükséges az embernek újjászületni víz és lélek által. Nem hiába víz, ki kell mosni a szart, a trágyát az agyadból, a lelkedből. A lelkedből le kell mosni a lelkre, meg kell tisztítani. Víz által. És víz az nem más, mint az ő beszéd, az ő tanítása, amit szégyel a székely. Nem is ismeri, de szégyeli is. Az ő nevét is, szavait is szégyeli. Ez van. Ez történik Gyergyóban, Gyergyótól Budapesti. Ez van. Ki kell mondani. Jézus azt mondja, hogy szükséges az embernek újjászületni víz által, az ő szava által és lélek által, ami nem más, mint Istennek az ereje. Különben nem láthatja az igazságot, Isten országát. A víz nem más, mint az ő beszéde, amely semlegesíti, jól figyelj, a víz az ő beszéde semlegesíti a bennünk lévő életelemes mintákat, bűnöket. Az ő beszéde semlegesíti, mint ahogy a lúg, a bázis semlegesíti a savat, úgy semlegesíti az ő beszéde az elménkre, az elménkben lévő, a lelkünkre rátapadt mintákat. Boldogok a lelki szegények. Miért? Mert az ő lelkükre nem tapadnak fölösleges minták, fölösleges bűnök, neheztelés, gonoszság, hazugság, képmutatás, pénz, földi projektek. Szegények. Boldogok, mert az ő lelkük könnyű, könnyű, nem tapad rá sok fölösleges dolog, nem gazdag hazugságban, fölösleges dolgokban. A víz nem más, mint Jézus beszéde, amely semlegesíti, amit te nem ismersz, amely semlegesíti a bennünk lévő életlenes mintákat, bűnöket. A lélek pedig az élő Isten ereje, amely természet feletti módon elvégzi a tisztítást abban a személyben, aki szabad akaratából hozzáfordul és kéri tőle, aki szabad akaratából nem fordul hozzá, nem fogja megkapni ezt a tisztítást, mert Isten nem fogja senkire ráerültetni ezt a hatalmas kincset. Az igazságban tehát nincs fejlődés, emberek. Soha nem is volt fejlődés. A hazugságban, a pokol mélységeiben volt fejlődés, mert a pokol mélységei a fejünkbe vannak beimplantálva. A sok bűn által, a sok gonoszság, képmutatás hazugság által, testiség által, paráznaság által. Az igazságban nincs fejlődés. Ugyanis az igazság nem a fejben tárolt gondolati minták összessége, ez a pokol. Az igazság nem a fejben tárolt gondolati minták összessége, hanem az ég és a föld teremtőjével ápolt élő kapcsolat, amelyen keresztül az ember minden pillanatban azt kapja, amire épp szüksége van, anélkül, hogy tárolnia, raktároznia kellene bármit is az ő elméjében, vagy az ő zsebében. Istennek a gyermeke nem kell tároljon semmit, sem az agyában, sem a zsebében, sehol. Erről szól a 40 év pusztai vándorlás. A mannát nem lehetett tárolni, mert az romlott el, és Isten így szoktatta meg az ő népét, hogy ők éljenek lélekben, ők benne bízzanak, ne a fagyasztóban, ne a frigiderben, és a pénzben, és a bankszámlában, és a szépségükben, és az erejükben, és az agyukban, és a diplomájukban, és a hírnevükben. Az igazságban nincs fejlődés, emberek. Aki még a fejlődésben hisz, még mindig a sátán, ha te hiszel a fejlődésben, a sátán útján jársz, még most is. Úgyhogy hallgatod a kiáltó szót, olvasod a Bibliát, de még mindig az Antikrisztus vezet téged. Az élettel ellentétes irányba, mert ő Antikrisztus. A Krisztus ő az élet, az Antikrisztus az élet ellentét, ellensége, ellentéte. És vezet téged az élettel ellentétes irányba, a gyehenna tüze felé. Az igazságban nincs fejlődés, ugyanis az igazság nem a fejben tárolt gondolati minták összessége, hanem az ég és a föld teremtőjével ápolt élő kapcsolat, amelyen keresztül az ember minden pillanatban azt kapja, amire épp szüksége van annélkül, hogy tárolnia, raktároznia kellene bármit is az ő elméjében. Ez a mindennapi kenyér. Aki tárolni akar az elméjében, újból kijön az Édenből, Isten jelenlétéből, és átmegy az elme életbe, ami halál. Az elme élet, a fejlődés az agyban, az maga halál. Az, hogy minden fejben dől el, tudod, ki mondta ezt? Lucifer. Igaz, hogy nincs ez egy mitikus személy, teljesen mindegy. De ez az elbukott embernek a gondolata. Minden fejben dől el. Nem igaz, emberek, ügyeljetek. Nagyon veszélyes. Nem kell fejlődni. A fejlődés az maga a sátán, az maga a piramis hierarchia, az maga a paráznaság, az maga a bűn, az maga a háború, az maga a mérgezés, az maga a vírus, az maga a gyötrelem, a rothadás, az a fejlődés. A gyermek, amikor megszületik, milyen rugalmas, puha az ő bőre, hajlékony, van életkedve, amikor hal meg az ember, akkor milyen kemény, pontosan, mint a fakérge, kemény és haldoklik, ugye?
A gyermek nem attól illatos az ő bőre, és nem attól üde az ő tekintete, és nem attól van életöröm benne, mert ő sokat fejlődött, hanem attól, hogy még nincsen megtelve a tudásfájának a gyümölcsével az ő agya. Még nem tanult az apjától, meg az anyjától. Még bizalomban van, az angyalok jelenlétében van, és mosolyog az anyjának, meg az apjának. Próbáljuk őt megváltani a bűntől, a hazugságtól, a paraznaságtól, a testiségtől. De közben az anyja meg az apja fertőzi őt meg, és teszi őt kérges felnőtté, haldokló felnőtté, kárhozatra ítélt lélekké sajnos. Aki tárolni akar az elméjében, újból kijön az Édenből, Isten jelenlétéből, és átmegy az elme életbe, ami halál, emberek, halál. A víz és a lélek, avagy Jézus tanítása és Isten ereje, a bűnbocsánat által, avagy a bennünk lévő életelenes minták eltörlése által helyreállítja a Teremtő Isten és a teremtett ember közötti élő kapcsolatot. A víz és a lélek, Jézus tanítása és Istennek az ereje, a bűnbocsánat által állítja helyre az Isten és az ember közötti élő kapcsolatot, amely révén meggyógyul és örökön él az emberi lélek. Viszont ezt nem lehet elérni semmilyen emberi technikával, tudással, gnózissal, vallással, ezotériával, jogával, mind hiába valóság és hazugság, hazugságban, önállításban tartja az embert, a kárhozat felé taszítja az embereket, összes ilyen emberi technika, mert ezt nem lehet elérni semmilyen emberi technikával, tudással, gnózissal. Ez ajándék az élő Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, azok számára, akik mint alázatos gyermekek hozzáfordulnak, és örömmel fogadják azt. Ezt mondja Jézus. Tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos szívű vagyok, és szelíd, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Nagyon fontos megértenünk, hogy ezt az ajándékot csak az kaphatja meg, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, és kéri Istentől ezt az ajándékot, és fogadja, megfogja, majd adja, továbbadja ő is az embertársainak, örömmel, jókedve, nem szégyelli azt, adja tovább, amit kapott, a bizonságot. Tudni kell, emberek, féltőn mondom, hogy ő senkire sem fogja ráerőltetni azt, ezt a hatalmas ajándékot, ő senkire sem fogja ráerőltetni. Aki nem kéri, nem is fogja megkapni, megmarad a testi identitásban, aminek következtében a test halálával együtt eltorzul és kárba vész a lélek. Miért beszélek erről ilyen féltőn és ilyen hévvel? Azért, mert látom, Isten megmutatta, hogy tömegessével fognak meghalni, elpusztulni az emberek, magyarok, székelyek, a világ minden pontján. Ítélet alatt van a föld, nem fog eljönni a világ vége, itt van, itt van. Hogy neked mikor fog eljönni a szemeid világának a vége, nem tudom. Talán még 2 év, talán még 1 hét, talán 2 nap, nem tudom. De közel van. Ezt mondja, erre mondja az írás az, hogy a Jézus második visszajövetele, mint ítélet, ítélni élőket és holtakat. Ezért mondom ezeket, mert te, aki ezt hallod, neked ma még nem volt késő. 2023-at írunk, 2023. szeptember 27-én számodra még nem volt késő. Viszont Irakban, érdekes módon Ninivében, akiket Jónás figyelmeztetett, ott mi történt? Az történt tegnap, egészen ma, talán éjszaka, hajnalban, hogy nekik már lejárt. Nekik eljött a világ vége. A tűzijátéktól meggyúlt a vendéglő. 1000 vendég volt bent, nász nép, és bent égett a menyasszony és a vőlegény. Testben mentek be a pokolba, gyen a tűzébe, testben. Meg sem haltak, már a pokolban voltak. Szó szerint ez történt. Bent égett a menyasszony, bent égett a vőlegény, és több mint 100 a nász nép köreiből, 100 személy, 110 valamennyi. Ezért beszélek én most erről, mert ez mai éjjel történt Irakban, lehet, hogy holnap éjjel Gyergyóban fog történni, vagy Amerikában, vagy ott, ahol vagy. Nevezd meg azt a helyet, ahol vagy, mert lehet, hogy mai éjjel ott fog történni. Te leszel a következő. A kérdés az, hogy te szabad vagy? Megkaptad a szabadulást? El tudtál szakadni a múltban elkövetett, felhalmozott életellenes sémáktól, bűnöktől, mintáktól? Szabad vagy? Kaptál megbocsátást, elbocsátást? Szabad a lelked? Bármi történhet veled? Vagy még mindig meg vagy kötözve? A fejlődés által, az elme élet által, és nem vagy lélekben, nem vagy lélek jelenlétben, az élő Isten jelenlétében. Ez a kérdés, drága embertársam. Bárki is vagy, barátom, ismerősöm, ellenségem, teljesen mindegy. Féltőn kiáltok, az élő Isten féltő szeretetéből szólok hozzád.
hogy valamiképp kapjál esélyt te is a megmenekülésre. Felhívom a figyelmet, hogy azt is láthattam, hogy hamarosan a telefonjel, az internetjel ez elvétetik, mint ahogy történt most a Deltában, hogy egyet robbantottak abban a helyben, hírzárlat volt. Ez bármelyik percen megtörténhet. Ezért azt adta jóságos Isten, hogy a kiáltó szó hanganyagát csökkentsem le kisméretben, csökkentett formában van feltéve a kiáltó szó.go.ro-ra. Mindenképp javaslom, ajánlom elsőnek, mert nagyon sok hanganyag van, több ezer hanganyag van, hangfelvétel van. Mindenképp ajánlom, javaslom első, leghamarabb, hát mindenek előtt az imát. Ha nem tudsz imádkozni, akkor kérd Istentől, tanítson meg imádkozni. Ez a legfontosabb. Ha ez nincsen meg, akkor nincs értelme hozzá a kiáltószót. Kapcsolod ki, nincs értelme. Ha ez megvan, és kell élővíz, akkor a kiáltószó.go.ro/János, ugye, János. Ott van a János evangéliuma, elolvastuk a barátommal, megbeszéltük, megmutattuk azt, hogy az mit tartalmaz, milyen tanításokat tartalmaz, és az segíthet neked abban, hogy megértsd a lényeget. Azt töltsd le, amit tudsz, azt töltsd le, add tovább embertársaidnak, hogyha megértetted, hogy minél több emberhez eljusson, minél több embernek esély nyíljon arra, hogy ezt az ajándékot megkapja Istentől. Isten hatalmas, a Latornak a kereszten az utolsó percekben megadta ezt az ajándékot. De az utolsó perc után már nem tudta megadni. Hogyha meghaltál egy szívinfarktusban, agyvérzésben, katasztrófában, omlásban, bármiben meghaltál, neked már annyi. Tehát a lélek az most kell feltámadjon. Ha fel fog támadni a lelket, az most fog feltámadni, amíg még testben vagy. Ha már a test meghalt, akkor vége. Akkor már bementél az örökké valóságba, avval a csomaggal, amit te összegyűjtögettél mostanig. Nehezterés, hazugság, bármit is elkövettél. Ha az tőled nincsen elvéve, akkor azt a lelkeden cipelet. Azt mondja Jézus, hogy az én terhem könnyű, szénikám gyönyörűséges. Aki hozzám jön, annak elveszem a terhét, és adom az én terhemet, az én könnyű terhemet. Aki nem kéri, nem fogja megkapni. Aki nem kéri ezt az ajándékot, megmarad a testi identitásban, aminek következtében a test halálával együtt eltorzul és kárba vész az ő lelke. Keressetek és megtaláltok. Kérjetek és adatik néktek. Aki megismeri és megtartja az én beszédemet, velem együtt legyőzte a halált. Ezt mondja mindenható Isten Jézus Krisztus szavai által. Akit megvet a kereszténység, szégyel a székely nép és a magyar nép. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!